Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A rövid hír az, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona és a Szent István Művelődési Ház folytatja Alzheimer Café című programsorozatát. Erről fogunk beszélgetni, hiszen korunk egyik rákfenéje, ahogy tetszik, a demencia, az a krónikus tünet együttes, amelynek a leggyakoribb az Alzheimer kór. Vendégeim Csontos Norbert, tisztelettel köszöntöm, és Tuba Kovácsné Holcman Mónika, a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonának intézményvezetője. Üdvözlöm. Nos, én azt gondolom, hogy először is beszéljünk a demenciáról, hiszen azt meg kell, hogy állapítsuk, hogy nem a természetes öregedés velejárója, sokkal inkább egy olyan krónikus tünetegyüttes, ami nagyon megnehezíti a család és az elszenvedője közös kapcsolatát is. A demencia igazából egy szellemi hanyatlással járó kórkép. Egy viszonylag hosszan lezajló betegség, de nagyon egyénfüggő. Maga a betegség akár 5-10-15 évig is folyamatosan változó stádiumokban zajlik le. Vannak jó periódusai, rossz periódusai. A legfőbb gond a betegséggel kapcsolatban, hogy nem olyan tünetei vannak, mint egy gyulladásos betegségnek, hogy valaki belázasodik, hanem egy nagyon lappangó szakaszsal indul, amikor csak ilyen nagyon egyszerű dolgokat, nem találja a kulcsot valaki, nem mer letélni megfelelő utakról, mert már bizonytalan abban, hogy hazatalál. Észreveszünk, hogy már nem úgy főz, ahogy főzött. Ugyanabban a ruhában van akár 1-2-3 napig. Tehát a család számára feltűnő tünetek az elsők, és sokan már csak ilyenkor fordulnak orvosi segítségért. Ha bármilyen van, akkor neurológushoz kell fordulni. Igen, hiszen az emlékező képesség, a gondolkodásmód, a gondolkodás önmagában, illetve az ítélő képességet is érinti. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy az anyagi, lelki, szellemi és fizikai teher a gondoskodó embernek. És azért fontos ez, ugye november 17-én pénteken 17 órakor lesz az Alzheimer Café, és az aktuális téma, hogy miért félünk a gondnokságtól és a demenciával kapcsolatos jogi problémák. Borzasztó egyszerű a kérdésem, miért félünk a gondnokságtól? Hát igazándiból azt mondhatnám, hogy a demencia karöltve az Alzheimer korral, ami ugye a fő témánk, a demencia és az Alzheimer kór, pontosan együtt kialakít egy olyan személyiséget, amely személyiség már a saját döntéseit nem tudja kontrollálni. Vagy nem tud jól dönteni, vagy egyáltalán nem tud dönteni. És ezek a döntésbeli hiányosságok, ezek a mindennapi életet érintő hiányosságok, ezek azok, amik valamiért bevonzák a gondnokság, mint jogintézmény, illetve gondnokságot, mint egy gondoskodó valamit ebbe az egész történetbe. Annyit tudnék mondani, hogy ez a demencia az sajnos az mondhatni azt, hogy népbetegség. Mondhatni azt, hogy a társadalom minden tagját érinti, vagy így, vagy úgy. Tehát úgy, mint elszenvedő alanya, vagy mint egy hozzátartozó, aki szintén, valamilyen szinten elszenvedő alanya ennek a demenciának. A gondnokság fogalma sajnos egy pejoratív fogalom most még per pillanat a társadalom szemébe. Ez a jogintézmény a polgári jogban is egy nagyon vitatott jogterület. Hát a legnagyobb problémája a tartalma, ugyanis az ember cselekvőképességével foglalkozik. Tehát vagy azt kizárja, vagy azt korlátozza valamilyen mértékben. És ez a korlátozás, vagy ez a cselekvőképességnek a kizárása, ez egy olyan súlyos korlát az ember személyiségének, ami nagyon, hát nagyon nehezen magyarázható, vagy nagyon nehezen
nagyon nehezen ad arra, nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy kinek ad arra igazándiból, belezavarodtam, bocs. Kinek ad esélyt arra, nem, hogy ezt megfelelően intézze? Hogy erről ezt megítélje. Értem. Viszont ha abban megegyezünk, hogy a megfelelő életminőség biztosítása, illetve az emberi méltóság megőrzése mindenképpen fontos, akkor az is kérdés, hogy miért moralizálunk ebben a kérdéskörben. Hiszen itt az az alap morális kérdéseket vet fel, maga a gondnokság intézménye is, hiába jogszabályokkal alátámasztott. Vajon miért van ez így? Nagyon sok esetben, amikor már egy beteg eljut arra a szintre, hogy nem képes a saját cselekedeteit kontrollálni, illetve nem tud felelősséggel dönteni saját maga dolgaiban, életvitelében, gondolok itt pénzkezeléstől, de gondolok itt akár egy orvosi beavatkozásra is, gondolok itt arra, hogy képes-e arra, hogy elhagyja a lakást és visszataláljon. Tehát ez nem feltétlenül arról szól, hogy az ő emberségét, vagy az ő önálló döntéseit korlátozza. Maga a gondnokság is arról szól, hogy egy támogatást nyújtson. Tehát soha nem lehet az nélkül az ember nélkül dönteni, aki a gondozott. Ő neki mindig meg kell hallgatni a véleményét, mindig kell a beleegyezése, de kell mellé egy személy, aki ennek a hátterét, a formáit, a jogi útjait el tudja intézni. Ugyanis nagyon apró dolgokról van szó. Legtöbbször nem tudnak írni egy bankkártya használathoz, egy bármilyen véleménynyilvánításhoz, egy orvosi beavatkozáshoz alá kell írni. És hiába tudom én még megbeszélni vele, mert lehet, hogy még beszélni tudok vele, de már nem tud írni. A rossz példa lehet a példa arra, hogy miért elutasítóak bizonyos helyeken, ahogy ön is fogalmazott. Hát annyi, hogy a gondnoksággal ugye lehet és kell is élnünk, viszont sokan esetleg visszaélnek, és ennek inkább a visszaélési formáknak a köztudomásra jutása az, ami egy kicsit ezt homályosítja, illetve mindennapi, tehát a munkám során azzal szembesülök sokszor, amikor a gondnokság felvetődik bizonyos személyekkel kapcsolatosan, hogy a gondnokolt érdekei az, ami elsősorban itt a motivációt adják, tehát a gondnokolt személy, tehát akinek szüksége van magának a gondnokságra, annak a személynek az érdekei nagyon sokszor elhalványulnak. Sokszor jönnek olyan magyarázattal hozzátartozók, hogy ők ezt nem értik, ők ezt sérelmezik, hogy ez az eljárás egyáltalán elindul. Ők a hozzátartozók, akik tulajdonképpen ebbe az egész gondnoksági eljárásban nem játszanak szerepet. Tehát itt a gondnokoltról kellene, hogy szóljon ez az egész történet, és maga a jogintézmény és a gondnokolt érdekeit, tehát magának a bizonyos személynek, akit gondnokság alá vonnak, annak az érdekeit szeretné, hogy előrébb jussanak, illetve hogy azt érvényesítse maga a jog, illetve tehát maga a gondnokság, mint jogintézmény, ezt kéne, hogy érvényesítse, annak a bizonyos személynek az érdekeit. Ezzel szemben a társadalomban valamiért a szégyenérzet, vagy éppen a különböző morális téveszmék, amik meghatározzák azt, hogy ilyenkor nem is biztos, hogy a gondnokság alá vont személlyel kapcsolatos érzelmi motiváció az, ami ezt a kicsit pejoratív, illetve nem kicsit pejoratív értelmet adja a gondnokságnak, hanem az a bizonyos hozzátartozói, vagy illetve különböző érdekkörbe tartozó személyeknek a hozzáállása, illetve az ő sérelmüket, tehát ők érzik meg ezt, vagy ők érik meg ezt sérelmet, hogy egy bizonyos eljárás, a gondnoksági eljárás elindul a hozzátartozójukkal
kapcsolatosan mondhatnám azt, hogy hozzátartozókkal szemben, de itt inkább azt mondanám, és az lenne a jó, hogyha azt fogadnánk el, és ezért lesz majd ez az egész előadás, hogy valahol ezt világosítsuk, és ennek adjunk értelmet, hogy maga a gondnoksági eljárás az egy bizonyos személynek az érdekébe történik. Egy bizonyos. Az a bizonyos a gondnokság alá vont személynek az érdekébe tehát történik. Tehát a szeretett kapcsolat helyett gyakorta tetten érhető az érdekviszonyok. Pontos. És az érdekeltségi rendszer megváltozása. Pontosan. Ez hogyan érhető tetten? Tehát ugye arról beszéltünk, hogy ez sajnos gyakori. Így van. Így van. A következő, tehát mondhatni azt, hogy 80 év felettieknek az igen nagy hányadáról van szó, akik valamilyen szinten vagy az Alzheimer kor, vagy éppen ennek folyamányaként a demenciában szenvednek. Innét mondhatni azt, de ez akár már 70 éves kor fölött is, illetve sajnos már az alatt is elkezdődhetnek bizonyos tünetek, tünetegyüttesek. Ezek bizony azt jelentik, hogy a legtöbb esetben, hogy a vagyoni érdekeiket ezek a személyek, ezek már nem igazából tudják érvényesíteni. Tehát a gondoskodó szeretet helyett jön a gondnokoskodó. Így van. Aki leginkább pénz. Ez születik erről felmérés, született erről felmérés, hogy hogy állunk ebben a kérdéskörben? Gondnokság alatt, hát a felnőtt lakosságnak, tehát ugye eleve gondnokság 18 éven felüli személlyel kapcsolatosan indítható, tehát a 18 éven felüli felnőtt lakosságról beszélünk. Ennek most pontos számadatot nem fogok tudni mondani, de 50 és 55 ezer fő közötti számról beszélünk Magyarország tekintetében, tehát ez mondjuk egy olyan 0,5%-os arányban van most az a személy Magyarországon, aki gondnokság alatt áll. Nagykorú személy. Mi a magyar jogrendben általában, tehát amikor diagnosztizálják a demenciát, akkor azonnal elindul az eljárás, vagy ezt külön kell kérelmezni? Az mindig kérelemre, vagy egyeneságú hozzátartozó, vagy valamelyik hivatalos szerv kérelmére indítandó. Bocsánat, ez a PTK-ba pontosan meg van határozva, hogy ki indíthatja el. A demencia az egyszer egy orvosi meghatározás, ez egy pszichiátriai szakvizsgálatnak az eredménye, hogy valakinél megállapítsák magának a demenciának a meglétét. Az a probléma a demenciával is, hogy mondhatni azt, és ebbe szerintem te is igazat adsz, hogy az orvostudomány egyik legnagyobb fehér foltja. Tehát sok fehér folt van az orvostudományban, de az egyik ez. Az Alzheimer-kor, erősítsél meg, 120 éves ismertsége, tehát az Alzheimer-kor kb. 120 éve ismert, mint kor. Olyan sokat nem fogunk tudni vele most se kezdeni, mint körülbelül annyit, mint 120 évvel ezelőtt. Orvosság még mai napig nincs, gyógyíthatósága nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Tüneteire vannak csak különböző szerek. Igazából az Alzheimer-kór is egy úgymond fehér folt, és akkor erre jön még a gondnokság, ami szintén egy vitatott jogterület. Tehát amiről most beszélünk, ez egy nagyon-nagyon jó vita alap, és nagyon sokat lehet róla beszélni, és valahol ezt kéne, vagy ezt szeretnénk ezzel az egész Alzheimer kafés előadás sorozattal is, hogy valahogy nyitottá tenni a társadalmat arra, nyitottá tenni mindenkit, az utca emberét is, és nem csak ugye itt igaziból idősekről beszélünk, tehát egy idősebb korosztályról. Itt nem csak őróluk szól ez az egész. Itt igazából potenciálisan itt van egy rossz hírem, bármelyikünket ez a veszély fenyegeti, illetve az Alzheimer kóron kívül még ott van a gondnokság alávétel is. Gyakorlatilag egy potenciálisan gondnokság alá veendők vagyunk, akár mindannyian. És ha innét nézzük, akkor igen, ez egy olyan téma, amivel kell is foglalkoznunk, és szerintem egy kicsit olyan tabu döntősen kéne, tehát az, hogy egy kicsit kinyitni azt, hogy mindenki lássa azt, hogy maga a gondnokság az nem ördögtől való, az egy védelem elsősorban,
Nem, és kizárólag nem csak arról szól, hogy valakinek egy vagyoni, úgymond védelmet, biztonságot, hanem azon kívül neki egyfajta akár mentális biztonságot is adjunk, és így lesz komplex a történet, úgy lesz az egész már egy úgy mondom, hogy megvilágosító, hogy azok az emberek, akik Alzheimer-korba szenvednek, illetve és demenciába, azok valószínűleg a mi előadásunkat, vagy a mi műsorunkat nem nagyon fogják érteni. Nos, igen, én azt gondolom, hogy amikor ennek belevágtak, és ezzel foglalkozkodnak, rendkívül méltóság és felelősség kíséri. Ez egy küldetés, ahogy tetszik, egy olyan misszió, aminek nincs vége. Hiszen láthatjuk, hogy most beszélgetünk, ugyan már 11 néhány perce, de ez akár 1 óra 11 néhány perc is lehetett volna, és nem jutunk a végére. Viszont az első lépcsőt megtették. Én magam ugye ott voltam az első ilyen találkozón, ahol a kezembe került ez a füzet, amit azóta is forgatok, hiszen a Kapaszkodók gyakorlati tanácsok a demencia útvesztőjében, ez egy kiváló kiadvány arra, hogy az alapvetéseket mindenki elsajátíthassa, mert ahogy öntől is hallottuk, ne legyenek kétségeink, előbb-utóbb minden családban megjelenik ez a betegség, mert hogy nem kímél bennünket, hiszen nem az öregedés természetes velejárója. Tehát én akkor még egyszer, miközben megköszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, szeretném a televízió nézők figyelmét is felhívni, hogy november 17-én pénteken 17 órakor a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona és a Szent István Művelődési Ház a Liszt-Ferenc utcában várja önöket. Az aktuális téma az Alzheimer Caféban ezúttal, hogy miért félünk a gondnokságtól, a demenciával kapcsolatos jogi problémákról Csontos Norbert beszél, és természetesen találkozhatnak Tubakovásné Olsza Mónikával is, illetve segítőivel. Köszönöm, hogy megtiszteltek, és természetesen mi is ott leszünk pénteken. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, önök az esti mérleget látták, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra.